Köszöntjük kedves nézőinket! Vítame vás, milí diváci! Mai adásunk tartalmából a Szlovák Nemzeti Felkelés Napja, Gyékényfonó tanfolyam, három generációs találkozó, fejlesztések a Túzok Farmon, Lecsó Fesztivál, sporthírek. Műsorunk végén a Szlovák Nemzeti Felkelés 80. évfordulóján készült felvételeket láthatják. Znášodnešného vysielania, Deň slovenského národného povstania, kurz pletenia trstiny, trojgeneračné stretnutie, rozvoj nad Ropiom, Lečo Festival, športové správy. Na konci nášho vysielania si môžete pozrieť zábery z udalostí pri príležitosti 80. výročia slovenského národného povstania. Tartsanak velünk! Zostaňte s nami! Augusztus 29-én volt a Szlovák Nemzeti Felkelés 80. évfordulója. Szépe Hilda nyitotta meg a megemlékezést, köszöntötte a résztvevőket, köztük a trencséni vendégeket. Kárpáti Ernő alpolgármester és Szépe Hilda beszéde után kultúrműsor következett, amelyben fellépett a Gutai Nyugdíjas Énekkar, a Mlincsek Folklórcsoport és a Trencséni Énekkar. A kultúrműsort egy közös számmal zárták, ezután következett a koszorúzás és a himnusz eléneklése. A rendezvény a hajómalom területén folytatódott partizán tűz gyújtásával, közös énekléssel és vendégséggel. 29. august tohto roku je 80. výročím Slovenského národného povstania. Hilda Szépeová otvorila spomienkovú slávnosť a pozdravila všetkých účastníkov, medzi nimi aj hostí z Trenčínu. Po príhovoroch zástupcu primátora Ernő Kárpátyho a Hildy Szépeovej nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili spevácky zbor dôchodcov z Kolárova, folklórna skupina Mlinček a spevokol z Trenčínu. Kultúrny program ukončilo spoločné vystúpenie, po ktorom nasledovalo kladenie vencov a spev štátnej hymny. Podujatie pokračovalo v areáli vodného mlyna zapálením partizánskej vatry, spoločným spevom a pohostením. Pod názvom Tradície nášho regiónu sa v dňoch 27. až 29. augusta v Dome ľudových tradícií v Kolárove uskutočnil trojdňový kurz pletenia a tkania z trstiny a pletenia šúpolia. Stretnutie viedla umelkyňa Éva Horváth, ktorá zhotovuje výrobky z trstiny a šúpolia. Podujatie organizuje ProEduka Kolárovo, spoluorganizátorom je Malmaďarská liga žien a podporuje ho Nitriansky samosprávny kraj. Régiónk hagyományai címszó alatt háromnapos gyékényfonás, gyékényszövés, csuh és sodrás tanfolyamra került sor augusztus 27 és 29 között a Gótai Tájházban. A foglalkozásokat Horváth Éva gyékénykötő, tárgykészítő iparművész tartotta. A rendezvény szervezője a ProEduka Góta, társszervezője a MAL, Magyar Asszonyok Ligája és támogatója Nyitra megye önkormányzata. A ProEduka Polgári Társulás szervezésében workshopot tartunk augusztus 27-én és 28-án a Gútai Tájház udvarán. A Magyar Asszonyok Ligája társszervezőként nyújtja nekünk ezt a csodálatos helyszínt ahhoz a workshophoz, ami a régi mesterségek újra felfedezését és annak elsajátítását tűzte ki célul. A mai napon és a holnapi napon elsősorban a gyékény és a csuhé feldolgozást tanulják újra a környékbeli pedagógusok és más érdeklődők. Vendégünk, mesterünk Horváth Éva gyékénykötő, tárgykészítő iparművész, aki a Szlovák Hagyományok Háza munkatársa, és a Magyarországi Hagyományok Házában sajátította el ezt a mesterséget. Sok érdekes információt megtudtunk az egykori gyékény feldolgozásról, most pedig apró dísztárgyak készülnek, azzal a céllal, hogy az itt jelenlévők később majd ezt az örökséget tovább tudják adni saját iskolájukban, vagy esetleg táborokban és más művelődési helyszíneken. Horváth Éva gyékénykötőt köszöntjük itt a Tájházban. Éva kedves, mi ez a szerelem, mi az a gyékény tulajdonképpen?
sziatimi, a gyékén, ez egy vízi növény, tavakban meg bocsarakban nő, ilyen barna buzogánya van, és akkor a gyékény feldolgozás itt nálunk Szlovákiában, Felvidéken egy hosszú, végülis egy nagy múltú dolog, és ez egy szerelem első látásra volt számomra, akkor először megláttam a gyékényből készült tárgyakat, és akkor fiatal koromban, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt egyszerre majd ezt megtanulom, és sikeredett, hála a jó égnek, Budapestre járni a Hagyományok Házában, ilyen 2 éves OK-s tanfolyamra, úgyhogy gyékény számacsuhé tárgykészítő lettem egy pár évvel ezelőtt. Milyen tárgyak készülnek a kezed között? Mindenféle kosarakat készítek, spirális technikákkal, faformákra, táskákat, papucsokat, kalapokat, befont üvegeket, bútorokat. Nagyon-nagyon nagy a választék ilyen téren. Szövöm is a gyékényt, úgyhogy szövött táskákat, stb. Minden használati tárgyakat, de mai világban ilyen, lehet mondani, ilyen dekoráció tárgyakat is, de főleg használati tárgyakat. Régen mire használták a gyékényt és a csuhét? Gyékényt, ugyanúgy említettem, főleg használati tárgyakat készítettek belőle, praktikus dolgokat, amit minden nap használtak, mint például kalapokat, papucsokat, szakajtókat, táskákat, gyerekülőkéket, dikókat, az egy ilyen ágy befonva, székbekötést, úgyhogy valójában amit készítettek a gyékényből, az minden használati tárgyat, kenyértartókat, tárolókat, tojástárolókat. Ami nagyon jellegzetes, az a hentes szatyor, amit a hentesek valójában a múltban ők használták ezeket a hentes szatyrokat. Szövéssel készültek, és akkor a hentesek benne hordták a szerszámokat és a valójában a húst. Ezekben a szatyrokban, ami mai világban már valójában egy ilyen női szép táskát, jellegű dolog, de a múltban ez nagyon praktikusan kihasználtak, és ami érdekesség tényleg benne, hogy ez szövéssel készült. Mikorra nyúlnak vissza a gyékény feldolgozás alapjai a kutatásokban ezen a vidéken, Gótán és környékén? Lehet mondani, hogy a gyékény feldolgozás, mivel hogy ez a növény, a mi növényünk, itt növő növény Európában, mindig is a gyékény feldolgozás megvolt. Úgyhogy visszamenőleg elmondani, hogy most melyik országból, vagy mikor dolgozták fel, szerintem ezt így nem lehet nagyon meghatározni. És akkor mi most azzal a céllal is vagyunk, hogy mi magunk is elsajátítsunk bizonyos tárgyaknak, vagy apró díszeknek az elkészítését. Mi készül most? A mai nap folyamán volt egy előadás a gyékényel kapcsolatban, utána folytattuk ilyen mesterség bemutatóval, végül is tárgyak bemutatásával, amit a hölgyek is, akik itt vannak, kipróbálhatták, úgyhogy volt a faforma készítés, végül is kosár faformára készítve, azt ki lehetett próbálni, és spirális technikával készült kosarat, úgyhogy ebből kezdtük az egész gyártást, és most meg inkább ilyen díszeket készítünk, amit gyerekekkel el tudunk készíteni, úgyhogy szívecskét készítünk, madárkát, és egy pár karácsonyi díszt fogunk készíteni, angyalkát és csillagot. Ez a mai nap folyamán, és a holnapi nap folyamán meg alátéteket fogunk készíteni. Napocskásat és ilyen négyszögleteset. Milyen az érdeklődés a fiatalok körében? Hogy látod a régi technikák, a régi mesterségek iránt? Mivel ez a mesterség elég elfeledett mesterség itt nálunk, egy pár éve igyekszek, hogy köztudatba kerüljön, hogy van nekünk egy ilyen anyag, ami szabadon végül is vágható és nem védett növény, és propagálom végül is emberek között, gyerekek között, felnőttek, idősebbek között. 3 aktív év után most kezdem igazából úgy megfigyelni, hogy valami megmoccant, és kezdenek érdeklődni ez iránt az emberek jobban. Szerintem még időt kell adni ennek, hogy az emberek még jobban ezt magukévá tegyék, és úgy gondolom, hogy pozitív irányba induló a dolog. Ezért is örülünk, hogy Gótán is megvalósul ez a workshop, és hát hálásak vagyunk Nyitra megye önkormányzatának a támogatásért. Köszönöm!
A MAL Magyar Asszonyok Ligája idén is megszervezte a hagyományos háromgenerációs találkozót a Tájházban. Augusztus 29-én és 30-án rengeteg foglalkozás és egyéb program is várta az érdeklődőket. Volt többek között tésztagyúrás, laska és cipósütés, reckedli készítés, csuhérrózsa, mágfejkoszorú készítés, agyagozás, batikolás, gyékényfonás, nemezelés, makramézás, termésfigura készítés, kosárfonás és még sok más kézműves foglalkozás. A találkozó során voltak különféle előadások is, például az egykori gótai gyékény munkákról, madarakról, a Cafrangon Művészeti Iskola is tartott foglalkozásokat, illetve a Mazsola bábcsoport is előadta a János Vitéz című bábjátékát. A találkozó nagyon jó, családias hangulatban zajlott, kicsik és nagyok is megtalálták a kedvükre való elfoglaltságokat. Sokat tanultak egymástól, és új barátságok is születtek. Az esemény nem véletlenül kapta a generációk találkozója nevet, hiszen nem titkolt szándéka közelebb hozni egymáshoz a különböző generációkat, és különböző foglalkozásokon keresztül továbbadni hagyományainkat, elődeink tudását, amire büszkék lehetünk. Maďarská liga žien zorganizovala aj tento rok tradičné trojgeneračné stretnutie v Dome ľudových tradícií. V dňoch 29. a 30. augusta čakalo záujemcov množstvo aktivít a pestrý program. Okrem iného to bolo aj miesenie cesta, pečenie placiek a bochníkov, výroba sušienok, výroba ruží zo šúpolia, výroba vencov z makovíc, práca s hlinou, batikovanie, pletenie rohoží, plstenie, pletenie makramé, výroba figúrok z ovocia, pletenie košíkov a mnohé iné remeslá. Počas stretnutia odznieli aj rôzne prezentácie, napríklad o bývalej trstinovej dielni v Kolárove, o okolitom vtáctve, prebiehali tu besedy, Základná umelecká škola Silvie Cafrangó mala ukážky a bábkárska skupina Mažola vystúpila s bábkovým predstavením János Vitéz. Stretnutie prebehlo vo veľmi dobrej rodinnej atmosfére, malí aj veľkí si našli aktivity podľa svojich predstav. Navzájom sa veľa naučili a nadviazali nové priateľstvá. Podujatie nedostalo názov Stretnutie generácií náhodou, keďže jeho zámerom je práve zbližovať rôzne generácie a odovzdávať naše tradície a vedomosti našich predkov, na ktoré môžeme byť hrdí prostredníctvom rôznych aktivít budúcim generáciám. Szeretettel köszöntöm Forró Teri nénit a Magyar Asszonyok Ligája szervezésében a háromgenerációs találkozón, itt a Gótai Tájházban. Nagyon örülünk, hogy Teri nénit idén is itt köszönthetjük, és ha az nem sértő, akkor hadd kérdezzem meg, hogy hány éves Teri néni? 23 leszek október 20-án. Isten éltesse nagyon sokáig, és még sokszor jöhessen körénk. És akkor én úgy tudom, hogy ő már nagyon régen találkozott a gyékény földolgozás. Én még kicsinkoromban, gyerekkoromban az apám is már csinálta, még 40-es években, aztán még én már fiatal korom műte dolgozok vele, a nagybátyámtól tanultam, úgyhogy először Újvárban dolgoztam be céghöz, ilyen táskákat, meg szőnyegeket, aztán még Pozsonnak. Évek hosszú során. Ezt a gyékényt, ezt a alapanyagot, ezt maguk gyűjtötték? Mindig augusztus 20-a után lehet vágni a kanálisba, vagyis lehet itt, mert már nem, mert a kanálisokba kitisztítsák a kanálist, és kivágják. Most már nem lehet gyűjteni sehol. Gondolom, hogy ez nem könnyű munka volt, ez a gyűjtés. Nem, az egész család bele volt víve, úgyhogy segítettek a fiatalok is, meg én is, mindenki. És mik készültek, milyen tárgyakat készítettek? A cég szőnyegeket, 2 méter és 60 centi széles, 2 méter hosszú szőnyegeket, hentes táskákat, meg strandtáskákat csináltam. A fiatalabb a kedvér, hadd kérdezzem meg, hogy mi az a hentes táska? Hát azt a húsokat szoktak belerakni, így várra akasztották, abba vitték a földolgozott húsokat. Akkor az egy jó nagy és erős táska. 60x50-es volt a magassága, és 60x a hossza. Teri néni a mai napokban is foglalkozik gyékénykötéssel, nem unatkozik? Hát már szövése csak majd télen, ha úgy érzem magamot. De ilyen apróságokkal most is foglalkozok. Itt is látunk különféle tárgyakat, meg aztán táborokba, foglalkozásokba is jár még? Nem, már nem.
Ma úgy van, hogy ma sokat nekem ma. De az elmúlt években volt rá sokszor alkalom. Még az idén is voltam. És gondolom, hogy akkor ez így, az egy olyan érzés magának is, hogy sikerült azért sok mindenkinek megmutatni. Vannak-e követők? Hát, két unokám azt tudja. Egyik fület tud vonni, a másik megint besegít. Habár már most nem írnak rád, még gyerekek voltak, azért segítettek. Amikor Teri néni gyerek volt, meg fiatalabb, akkor mások is foglalkoztak, gondolom, a gyékény földolgozással. Igen, a apámnak a testvérjei, a Józsi báty is, meg a Géza báty is. Meg vezeték én. Nevüket? Német Géza, meg a német Józsi. Én a Józsi bátyot tanultam meg. Akkor a német családban ez egy megszokott mesterség. Igen, igen. Én már nagyon sokat tanítottam, de senki nem csinálja, mert ezt csak úgy gondolják, hogy az ilyen könnyű munka, pedig ez nem olyan könnyű munka. Ennek a anyagbeszerzésétől kezdve nagyon meg kell dolgozni a pízír. Alapanyag az megint más. Az egy olyan nehéz munka az a alapanyag, mert azt ki kell vágni, ki kell teregetni, meg kell forgatni, szárítani, összekötni, hazahozni, rakni olyan helyre, ahol szellősel van, mert ha nem szellőselén van, akkor bepirisznyesedik, befulad, úgyhogy. És ezek a tárgyak, amik elkészülnek, ezek amúgy nagyon jó, kellemes tapintású tárgyak, ugye? Ezek megszáronnak, akkor olyan kemények ezek a tárgyak. Meleg, gondolom, ilyen. Jól izolál, azért igen. Falvédőket is. Azok azt is szokak csinálni, úgyhogy. Meg ilyen apróságokat, meg ilyen alátéteket, kis kosarakot a gyerekeknek. Húsvéti tojásnak való. Azt is, igen. Az is van itt. Húsvéti tojásnak való is van. Most már babákot, meg ilyen kis figurákat. Amit a gyerekek is meg Amit tudnak. A gyerekek is meg tudnak csinálni, igen. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon jó egészséget kívánunk a továbbiakban, hogy még sokszor közénk jöjjön, hát ha pont lesz olyan, aki most fog majd beleszeretni és követőnek. Ha valaki csinálná, mert azért, hát ne vesz neki ez a mesterség. Augusta slávnostne odovzdali vzdelávacie centrum environmentálnej osvety na farme Dropie, ktoré sídli v zrekonštruovanom starom hospodárskom dome na farme. Tento projekt bol realizovaný vďaka grantu Nórskeho kráľovstva vo výške 1,2 milióna eur. Na odovzdanie boli prítomní podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík,
generálna riaditeľka odboru projektov ochrany životného prostredia Monika Škrabáková, vedúca Dropieho Katarína Vajlíková a zástupcovia okolitých obcí a obyvateľia detského domova v Kolárove a Okoči. Augusztus 30-án ünnepélyesen átadták a Túzokfarmon található környezettudatosságra nevelő oktató központot, amelynek a farmon található felújított régi tanyasi lakóépület ad otthont. Ez a projekt a Norvég Királyság 1,2 millió eurós támogatásával valósult meg. Az átadón jelen volt Tomás Taraba, miniszterelnök helyettes és környezetvédelmi miniszter, Juraj Moravčík, a szlovák környezetvédelmi hivatal főigazgatója, Monika Škrabáková, a környezetvédelmi projektek részlegének főigazgatója, Vajlíková Katarína, a Túzokfarm vezetője, a környező települések önkormányzatainak képviselői, a Gútai és Ekecsi gyermekotthon képviselői és lakói. Dnes slávnostne otvárame vynovené stredisko environmentálnej výchovy Dropie v katastri obce Zemianská Olča. Vďaka norskému projektu Living Lab sa tu preinvestovalo 900 000 eur, vďaka ktorým sme prerobili starú taňu na moderné nové infocentrum s fotovoltaickou elektrárnou, tepelnou čerpadlom. Ďalej sme vybudovali nové prvky ako klimatické ihrisko v areáli, vytvorili sme krásne nové záhrady a práve sem by sme veľmi radi pozvali školy, materské škôlky. Pre nich sme pripravili nové programy v podobe strategickej hry Ekotvorca a tiež budeme radi, keď si vyskúšajú virtuálny náučný chodník, ktorých prevedie po tých realizovaných opatreniach, ale takisto aj širokú verejnosť, aby si pozreli, že čo všetko nové tu pribudlo a vzniklo. Takže vás všetkých pozývame. Myslím si, že máme byť na čo hrdí, pretože... A miniszterelnök helyettes beszédében kihangsúlyozta, nagyon büszkék arra, hogy ez a példaértékű projekt megvalósult, hiszen mikor a környezetvédelmi minisztériumhoz kerültek, sok meg nem valósult projekt hevert az asztalon, amelyek különböző okokból kifolyólag kifutottak a határidőből, és elestek a támogatástól, de fél év alatt képesek voltak változást hozni ezen a téren. Na našich facebookovských stránkach a aj web stránke zmizne nápis, že pre rekonštrukciu zatvorené a tam si budú môcť návštevníci pozrieť termíny voľných sobôd a cez týždeň vlastne nás môžete navštevovať každodenne od nejakej 7. do 4. hodiny. A miniszterelnök helyettes továbbá kiemelte, mennyire fontosak az ilyen oktatási intézmények, mindenkit arra buzdított, hogy minél több időt töltsenek el majd ebben a folyamatosan bővülő modern oktató központban, hogy a gyerekek és a felnőttek is sokat tanuljanak és alakítsanak ki egészséges kapcsolatot az anyatermészettel. Augusztus 31-én szikrázó napsütésben rendezték meg Ifjúságfalván a már hagyományosnak számító Lecsó Fesztivált. Az idei gyűjtést a súlyos egészségügyi gondokkal küzdő Kamocsai Dorinka gyógykezelésére ajánlották fel, akit édesanyja egyedül nevel. A főzőverseny mellett rengeteg kísérő program és gyermekprogram és jó hangulat várta az érdeklődőket. 20 különböző, finomabbnál finomabb étel készült zsűrizésre. Németh Béla Hammerika főszervezővel beszélgetett. V dedine Mládeže sa 31. augusta konal už tradičný dobročinný festival Leča. Tohoročná zbierka bola venovaná na liečbu Dorinky z Komoče, ktorá má vážne zdravotné problémy a mama ju vychováva sama. Okrem súťaže vo varení čakalo na záujemcov množstvo sprievodných ako aj detských programov. Porota vyhodnotila 20 rôznych jedál, jedno chutnejšie ako to druhé. Béla Németh sa o festivale porozprával s hlavnou organizátorkou Erikou Hamm. Köszöntöm a Gúta TV minden kedves nézőit innét Ifjúságfalváról, ahol ma szombaton került megrendezésre immár 13. alkalommal a Lecsó Fest. Beszélgető partnerem nem más, mint Amerika, a fesztivál megálmodója, akit szeretettel köszöntök. Szia! Ja, üdvözlöm a kedves nézőket! Hát tavaly, amikor a 12-ről beszélgettünk, még nagyon sok mindenről kötötted esznek a 13-nak a megrendezését. Jó idő, a jó Isten áldása, itt kis egészség. Minden összejött?
Hát igen, nagyon szépen köszönöm a Jóistennek is, meg mindenkinek, aki valamilyen módon, bármilyen pici módon hozzájárult a fantasztikus rendezvényről, amiről nem szabad elfelejteni, hogy jótékonysági rendezvény is. És reggel annyira meglepődtem, mikor elkezdtem regisztrálni a főzőcsapatokat, és fantasztikus, mert tele volt a park, tehát 20 étel zsűrizött a zsűri, és nem is akármilyen ételeket, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok. Én ott voltam a zsűrinél, és tényleg kimondottan, annak is örült a zsűri, és jó magam is, hogy gondolod te is, hogy nagyon sok fiatal főzött. Igen, igen, úgy látszik, hogy mégiscsak van hozam ennek a Lecsó Fesztiválnak, hogy a fiatal generáció is kezd hozzánk csatlakozni, és bizony nagyon nagy, jó, nagyon finom ételeket tudnak kreálni. Akkor felteszem a kérdést, úgy, mint tavaly. Lesz 14. De bízok benne, hogy igen, de hát azt tudjuk, hogy fessük a föntiekhez, egészség a fontos. Másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok ember hozzátett ehhez a Lecsó Fesztiválhoz. Itt szeretném megköszönni a Gúta TV és Gúta Város állandó támogatását, mindegy, hogy milyen formában. És bízok benne, hogy jövőre is meg tudjuk csinálni. Lehet, hogy megint teszünk bele egy kis csavart, vagy másképp, vagy megint tudunk valakinek esetleg segíteni jövőre, ami fontos dolog. Úgyhogy én akkor megköszönöm a beszélgetést. Még nincs vége a mai rendezvénynek, még jön Pintér Katus, jön a Mulatos, és aztán akkor ráhagyjuk az égiekre és a jó egészségre. Köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert! Köszönöm szépen, én is mindenkinek kívánok innen nagyon jó egészséget, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki megtisztelte a mai rendezvényünket. Köszönöm! Hölgyeim és uraim, üdvözlet innen Ifjúságfalváról, még megy a buli, Németh Béla riportját hallották és látták. Kolárovský hádzanársky športový klub HŠK 74 v nedeľu 1. septembra odohral prvý majstrovský zápas s družstvom TJ Sokol Cífer. Vďaka výnimočnému výkonu brankára kolárovské družstvo mužov vyhralo nad súperom 26-21. Blahoželáme! A gótai HŠK 74 kézilabda csapat vasárnap szeptember 1-én játszotta a bajnokság első fordulójának meccsét TJ Sokol Cífer csapatával. A jó játéknak és kiemelkedő kapus teljesítménynek köszönhetően a gótai férfi csapat 26-21 arányban legyőzte ellenfelét. Gratulálunk! Sziasztok, veteránosok! Vajon mennyi veterán autó és motor fér el itt a komáromi erőd parkolójában? Mi a KPHV veteránklubon belül egyértelmű választ tudunk erre adni, amennyiben egy karitatív rendezvényről van szó, veterán járművekből és résztvevőkből sosincs elég. Az őszi veterános szezont már szeptember 7-én beindítjuk a második KPHV Classic Rallyval. Nem egy hagyományos rallyt kell elképzelni, hanem egy átlagtartó versenyt, ahol tájékozódni kell és különböző feladatokat is meg kell oldani.
Az egész rendezvény karitatív alapon zajlik, azaz a teljes bevételt a gútai gyermekotthon lakói kapják meg. Regisztráljatok tehát a www.kphv.sk oldalon, hogy minél többen összejöjjünk szeptember 7-én itt a Révkomáromi Erőd parkolójában. Várunk mindenkit sok szeretettel! Zdravím vás, priatelia. Koľko historických vozidiel sa zmestí tu na parkovisku pri starej pevnosti? My v KPHV Komárno na to máme jasnú odpoveď. Pokiaľ sa jedná o charitatívne podujatie, účastníkov a historických vozidiel nikdy nie je dosť. Jesennú veteránsku sezónu odštartujeme už 7. septembra v sobotu druhým ročníkom KPHV Classic Rally. Nepôjde o rally v klasickom zmysle slova, ale o súťaž pravidelnosti. Čakajú vás rôzne úlohy, teoretické aj čo sa týka zručnosti. Celé podujatie bude charitatívne, to znamená, že výťažok z dobrovoľného štartovného v plnej miere poputuje pre Centrum detí a rodiny v Kolárove. Registráciou na stránke www.kphv.sk tak pomôžete aj ostatným. Vidíme sa teda tu pri starej pevnosti v Komárne už 7. septembra na druhom ročníku KPHV Classic Rally. Kedves nézőink, mai adásunk végén a szlovák nemzeti felkelés 80. évfordulóján készült felvételeket tekinthetik meg. Kellemes időtöltést kívánunk! Vážení diváci, v závere dnešného vysielania si môžete pozrieť záznamy z 80. výročia Slovenského národného povstania. Prajeme vám príjemné sledovanie. Következő szeptember 11-i adásunkban többek között az iskolák évnyitóinak felvételeit láthatják. Tartsanak velünk a jövő héten is! Milí diváci, najbližšie sa opäť vrátime s novým vysielaním, v ktorom si pozriete záznamy z otvorenia školského roka v školách nášho mesta. Stretneme sa opäť o týždeň. Nie, neverím chýrom, že padol si v zemi ďalekej. Keď pri stavaní pontónového mostu bombardovali vás tam na rieke. Viem, cítim, že živý si. A ako predtým prikradneš sa cez naše záhumnie. Zaklopeš na okno v podvečer, ktorý si. Kým nevrátiš sa so snami svojimi. Budem ťa vyčkávať od zimy do zimy. Už z jary, keď prvý rozkvitnutý podbeľ bude nedočkavá včielka hladkať. S ňou nedočkavá ťa budem čakať. Aj v lete, keď pod šuštiacou kosou budú trávy k zemi kľakať. Aj vtedy kostca môjho budem ťa čakať. Aj v jeseň, keď pustým poliam krdle vrán budú svoj smútok za letom krákať. S nimi smútiaca ťa budem čakať. Aj v zime, keď postínaná a zasnežená hora bude za stromami plakať. S ňou plačúca ťa budem čakať. Kým nevrátiš sa, ťa budem čakať. Čakať, čakať. Lebo viem a cítim, že si živý a ako predtým prikradneš sa cez naše záhumnie, zaklopeš na okno v podvečer, ktorý si. V tuhom objatí pri zvítaní v jemný peľ lásky zmrvíš to strašné čakanie. Tak, ako hrubý dohán vo svojej dlani. Sa druhá dvíha, hory tiško stoja. Milujem ťa vrúcne, milujem ťa vrúcne, domovina moja, keď ťa ráňa víra.
srdce ťa túlim, na srdce ťa túlim, domovina moja, domovina moja. Keď ti vrazia lica, potešiť vie. Slovenská pieseň prekrásna je, ona sa vznáša nad horami, lásku rozdáva dolinami. Žila tu s nami od dávny dôb, ňou Boh si chráni slovenský rod. Mať moja, keď ma kolísala, slovenskú pieseň mi spievala. Ten zácný klenot ja v srdci mám, každúčký deň si ju zaspievam. Nech sa rozletí do všetkých miest, nech zmetie zlobu zo všetkých ciest. Žila tu s nami od dávnych dôb, ňou Boh si chráni slovenský rod. Nech sa rozletí do všetkých miest, nech zmetie zlobu zo všetkých ciest. Žila tu s nami od dávnych dôb, ňou Boh si chráni slovenský rod. Keď si ja zaspievam, pustím po hore hlas, trebárs ma počuješ, ale ma nepoznáš. Trebárs ma počuješ, ale ma nepoznáš. Keď si zaspievam, srdca veselého, ľudia sa nazdajú, že mám do všetkého. Ľudia sa nazdajú, že mám do všetkého. Slniečko horúce, hej, nebá, že ma nechám, nech mi neuhorí, nech mi neuhorí. Biela tvár,
Slovenska, nevidí aj mesta. Zem moja, Slovenska, nevidí aj mesta. Slovák si vás postavil, krásnou rečou podaril. Zem moja, Slovenska, zem Slovenska. Slovák si vás postavil, krásnou rečou podaril. Zem moja, Slovenska, zem Slovenska. Zem moja, Slovenska, na Slováko verná. Zem moja, Slovenska, na Slováko verná. Tvoja tvár je vráskavá, ku každému láskavá. Zem moja, Slovenska, zem Slovenska. Tvoja tvár je vráskavá, ku každému láskavá. Zem moja, Slovenska, zem Slovenska. Horou vetrík šumí a spomína si na tie tiché vzdychy plné bolesti. Keď vojna šla krajom, mnohých ranili. Aj na cintorínoch hroby pribudli. Darmo vyčkávala mati na syna. U nás tíško v hrobe odpočíva. Neplač, usúš slzy, nech srdce nežiali. Zomrel pre nás všetkých i v tom našom chotári. Smútok v srdci zostal u živých na tých, čo nemuseli a zomreli. Bo zabila ich okupantov krutosť v koncentračných táboroch. I napriek tomu, že prosili o život a o pomoc. Spomíname na tých, čo sa nedožili. Kladieme kvety či vence za všetkých živých. V srdci vďaka vrúcna, za mier, pohodu, keď s pietou pôjdeme k pomníku či hrobu. Vďaka vám, hrdinovia.
Yeah.